Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Ma esti vendégeim rendkívül érdekes házas pár, ezzel már is elárultam, ami nem is titok, immáron 5 esztendeje kötöttek ők házasságot, kötötték össze az életüket. Csóbor Kisari Linda, szervusz Linda, és Csóbor Balázs, szervusz Balázs. Kezdjük talán azzal, hogy egy értesítést hozott nekem is a Mikulás, de nektek is, hogy a hagyományos Kunszent Miklósi borversenyen ebben az esztendőben is 2 aranyat hozott a Mikulás a csóborpincészetnek, nektek, ha úgy tetszik. Ez lesz a beszélgetésünk alapja, viszont ahhoz, hogy megismerjünk benneteket, nagyon fontos tudni, hogy ki honnét indult, és miként választott hivatást. Kezdjük Lindával. Azt hiszem, hogy az még ma is furcsa ebben a világban, ha egy hölgy ilyen hivatást választ. Bár a bor, az üdítő az nem, de a borászat azért azt gondoljuk mi, hogy távol áll egy hölgytől. Hát régebben, inkább úgy mondanám, hogy régebben volt így, hogy nagyon kevés borász volt, most már azért egyre több hölgy választja ezt a szakmát. Mi hölgyek, meg számomra is szerintem az üzleti bimbók azok tényleg sokkal jobban kifejlődtek, mint egy férfi emberbe, és sokkal jobban érezzük így a bornak az ízét, és ezt már több hölgy borász ismerőssel átbeszélgettük. De nekem igazából úgy kezdődött az egész, hogy Csór és Iszka-Szentgyörgy között van egy nagyon pici kis telkünk, ott van szőlőnk, és édesapámmal én mindig is együtt készítettük a bort, együtt szüreteltünk, és nekem ez annyira megtetszett, hogy én azt mondtam, hogy én mindenképpen borászkodni szeretnék. Tehát jött az először a gyakorlat, és akkor utána egyre többet tanultál édesapától, és jött az egyetemen az elmélet hozzá. Igen. Először ugye ő mutatta nekem, hogy hogyan kell metszeni, hogyan kell a bort fejteni, mit kell csinálni a borrel, és én azt mondtam neki, hogy figyeld meg, majd én elmegyek, kitanulom ezt a szakmát, és majd én fogok neked segíteni, hogy történt. Jobb bor legyen. Így is történt, igen. Mint a mesében. Balázs, azt hiszem, hogy a te indítatásodat a Jószerivel Fejér megyében mindenki ismeri, hiszen a csóborborászat, a csóborpincészet ismerősi Csóbor Jenő barátunk az elsők között volt, akik egy nagyszerű családi pincészetet hozott létre. Ugye ez 1990-re a rendszerváltás első esztendejére tehető. Egy pillanatig sem volt kérdéses, hogy szőlészborász leszel? Én először is kertésznek készültem, illetve kertésznek tanultam. Ez a borászat ez az én kertészi vállásommal egy időben fejlődött ki. És letettél a kertészmérnökségről, vagy elkezdett érdekelni jobban, ugye hát a családi szőlők már megvoltak, a borászat nem különben, hogy ezzel foglalkozzál? Nem tettem le, hiszen kertészmérnökként végeztem, és utána csatlakoztam a szőlészet borászathoz is. Mi az, amit először a te magad a gyakorlatban tanultál meg, és mi az, amit hozzáadott az egyetem? Azt hiszem, 2 dolog együtt ment. Könyvekből olvastuk az egyetemen, itthon pedig gyakoroltuk a szakmát, illetve próbálgattuk a tanulmányokat. És melyik a fontosabb? Nyilván mindkettő fontos, de egymásra épül, gondolom én. Egymás nélkül nem is létezhet a kettő, mert csak az ismeret azzal messzire nem jutna az ember. Mennyit változott a borászat, a szőlészet, a borászat az elmúlt esztendőkben? Gondolok itt elsősorban arra, hogy ugye a technológia is folyamatosan fejlődik, és általában a különböző borfajták is mássá váltak. Hát a borászatban főként egy olyan 10-15 éve ez a reduktív borkészítés, ez mostanában nagyon előnyös, meg azt kedvelik. Régebben meg inkább fahordóban készítettek mindent, tehát a fehér bort is, a vörös bort is, és most van az, hogy nagyon kedvelték ezt a reduktív borokat, és legtöbb pincészet, mint a mi pincészetünk is, most már fehér borokat reduktívan készítjük. Mi minden kell ahhoz, hogy egy borászat sikeres lehessen, és utána majd rökvest elmondom, nem az egészet, a Lindának, ugye már mondtam, hogy az egészet, az összes sikert nem tudom felsorolni, mert akkor véget érne a műsoridő, de mire kell figyelniük, tehát a sikertitka. Hogyan választunk például szőlőfajtát? Ez divatkérdés, tehát van egy trend,
vagy pedig egyszerűen haladni kell a korral, és ebbe belenyugszik a borász. Korábban azokat, ami szőlőnk volt, abból próbáltunk bort csinálni, most már pedig az újabb telepítések a fogyasztói igényeknek próbálnak megfelelni, illetve olyan irányba telepítünk, amely borokat jobban keresik a... Mennyit változott a fogyasztói igény? Hiszen azért megszokhattuk, és akkor beszéljünk először talán arról, hogy a Velence északi és déli oldalán is vannak ültetvényeitek, az természetesen más természeti adottságokán, más szőlőt kíván, és más bor készül belőle. Az északi oldalon lévő szőlők kicsit keményebb, karakteresebb borokra képesek, mint a déli oldalon fekvő ültetvények, de igazából nagy különbséget én nem látok a kettő oldal között. Értem. Vannak különleges fajták, amelyeket az elmúlt időszakban telepítettetek, amelyek aztán beváltak? A Sirázt, azt mostanában telepítettük, hát mostanában igazából 2009-10, valahogy így, igen. És most tavasszal is tervezünk. Az nagyon kedvelik ezt a fajtát. Játékosan azért akkor most térjünk vissza ahhoz, hogy ahogy összekötöttétek az életeteket, ugye azt tudnunk kell, hogy Linda a Szent Benediktus borrend tagja, Velence és borkirálynője is volt. Ugye ez most már nem, de akkor igen. Balázs pedig a Nóhegyi Szent István borlovagrend, Bognár Zoltán barátunk vezetésével, ugye ők gyakori vendégeink itt. Hogy alakult, hogy a két különböző borrendet választottátok? Igazából nem mi választottunk, hanem a borrend kért fel minket. Tehát jött a meghívás, és, igen. És nem furcsa a családban, hogy az egyik borrend és a másik borrend, bár két baráti csapatról van szó, azt tudjuk. Én a fehérvári borrendben is udvarhölgy vagyok, mert volt borkirálynő választás, de ez már nagyon régen volt. Ez 2004-ben volt, és én jelentkeztem oda, mint hogy borkirálynő legyek, de nem lettem borkirálynő, hanem csak udvarhölgy. Úgyhogy igazából ott is jelen vagyok a fehérvári borrendben, de mivel ott már voltam udvarhölgy, ezért kértek föl a Velencei Szent Benediktus borrend, hogy legyek akkor ott is. No, tehát ha már mondtam, hogy ugye 2011 áprilisában házasodtatok össze, azóta megszülettek az utódok is. Ezúton is gratulálok, bár én már ezt megtettem, de most a nézők nevében is, hogy azért van utánpótlás, ezzel megnyugtatunk mindenkit. Egy kicsit a bulvárt kerülve természetesen, ez sorsszerű, hogy két hasonló érdeklődési fiatal összetalálkozik, és egymásba szereti, és örökre összekötik életüket? Ha nem is sorsszerű, de kézenfekvő, hiszen egy irányba mozgunk, vagy egy bizonyos körben mozognak a hasonló érdeklődésűek. Linda? Hát a bor kötött össze minket, én mondhatnám ezt is. Együtt dolgoztunk, és megkedveltük egymást. Szerelem lett a végén. Így van, rendjén. No, akkor beszéljünk a borokról ismét. Azt hiszem, hogy ti egy jó csapat vagytok. Akkor nézzük, itt egyébként hoztunk egy remek csóborbort, ez a rozé. A rozét én azt figyeltem meg, hogy egyre inkább megkedvelik az emberek, hölgyek is fogyasztják, kismértékben nyilvánvaló. Mi a titka a jó rozébornak? Miért jött ez a változás? Régen ez nem volt. Szerintem azért kedvelik igazán, mert friss, üde, illatos, tehát az is nagyon sokat számít, hogy az ember mikor először megforgatja a poharat, akkor egyből dől belőle tényleg az illat, meg egy friss üde bor. Tehát a reduktív borok között a rozé az a legüdébb, legfrissebb bor, és ez például nyáron nagyon-nagyon kedvelik. Tehát ilyen nyári estéknek egy rozé az nagyon kedvelt bor lehet. Ha most utalnék arra az időszakra, amikor a Szingenta versenyeken, mert nyilván szóba kell, hogy kerüljön, hogy rendkívül sok sikert értetek el, ott azért vannak Chardonnay, Nadapi Riesling, tehát vannak fehérborok, és a fehérbor alapvetés azt mondom, hogy egy velencei hegyközségben? Egyek-Budán korábban nem is volt vörös szőlő, ezért bizonyára nagyon jó helyen vannak itt a fehér
szőlőültetvények, és az ebből készült borok is. Tehát a Chardonnay és a Nadapi Riesling az mindent vitt mindez idáig legalábbis. Korábban. Hogyan lehet ezeket a szőlőfajtákat kiegészíteni, hogy egyéb szőlőfajták, most a fehér borokról beszélek, hogy azok olyanok legyenek, hogy kellendő áru legyen, és azért kedveljék az emberek? Hát ez az, amit mondtam az elején is, hogy próbálunk megfelelni az igénynek, a piaci igénynek, amit keresnek. Hogy találja ki egy borász a piaci igényt? Tehát amit vásárolnak, nyilván arra van igény az értelemszerűen. De azért ugye hallomásból számtalan szakkonferencián vesztek részt, akkor nyilvánvaló, hogy ott azért felvetődik egyéb szőlőfajta is, amit ki kell próbálni. Van ilyen, hogy próbaszerencse alapján telepítetek ültetvényt? Van. Telepítettünk írsai olivért, azt is 2009-ben, meg 2010-ben, annak nagyon nagy sikere van, és utána a móriaknak van csercegi fűszeres, és gondoltuk, az is egy ilyen illatosabb szőlőfajta, hogy ne csak az írsai olivér legyen, hanem akkor próbáljuk meg a csercegit is, és így telepítettünk csercegi fűszerest is 2013-ban. Igen, és ez bevált. Én azt mondom, hogy az emberek egyre inkább kedvelik, tehát bármennyire is hévízre kell menni igazi jó cserszegi fűszerest inni, ez már így ebben a formában nem igaz, mondom én. És mi van azokkal a borfajtákkal, hiszen hogy a határon ott van mor, az ezer jó hazája. És azért azt is tudjuk, hogy a Noé-hegyi Szent István borlovagrend zászlós bora pedig megint más. Tehát a kettő között kell valahol megállapodni, Balázs? A zászlósborunk az engő, ebből egyre kisebb a termőterület sajnos. Nadapon öregszik ki az egyetlen szakcsoporti terület, amiben zengőt találhatunk a közelben. De ez miért közelben. Van? Előregedett a szőlő, rendben van, de miért nem telepítenek zengőt, ha eddig bevált, lefutott, ha úgy tetszik? Maga a szőlő termesztése az nem bonyolult, mert nem feltétlenül igényes fajta, hogy semmilyen betegségre sem fogékony. Ezt, hogy a borait miért nem szeretik annyira, mint akár egy Chardonnay-t, egy Rajnai Rieslinget. No, akkor egy kicsit beszéljünk a vörösborokról, mert a vörösborok is fontosak, és ilyen nem volt mindez idáig. Hogy választottatok fajtát, amikor belevágtatok a vörösbor telepítésébe, vagy lett a szőlő telepítésébe? Az első kékfajtánk az a kékfrankos volt, mint a leggyakrabban termesztett szőlő Magyarországon. Őt követte a két Cabernet, majd mostanában Shiraz, illetve Merlot is telepített. Tehát a Cabernet Franc és a Sauvignon. Cabernet Franc és a Sauvignon. Sauvignon. Ami abszolút siker, hiszen ugye azt hadd mondjam, hogy ugye ez a kettő országos díjakat a Pán-Európa versenyen is nyertetek, Fejér megye legjobb bora lett a tiétek, úgyhogy ez abszolút sikertörténet. Ez azt is jelenti, hogy egyre inkább a vörösbor is teret nyer a pincészetetekben? Mennyiségileg azt hiszem, hogy együtt növekszik a fehér, illetve a vörös bor mennyisége. Minőségre pedig korábban sem volt panasz. Én azt hiszem, nem is értem, hogy annak előtte miért nem lehetett egyek Budán. Hát meg kellett születnetek, felnőnötök, szőlészborásszá válnotok, átvennétek a hatalmat a csóborpincészetben, és akkor már is itt van. Bár előtte is működött a dolog, azért tegyük hozzá. Amikor én ezt itt felolvasom, hiszen ez a 18. Miklós napi Kunszent, amire utaltam a bevezetőben, Kunszent Miklósi borverseny, ez folyamatos siker a csóborpincészetnek, ugye? Mert hogy sokatszor nyertetek, a két arany az idén az mindent visz, az egyik az Agárdi Cuvée Rosé, a másik pedig a Kék Frankos Rosé. Ezt hogy találtátok ki, ezt a két borfajtát? Először a Cuvée. A küvét azt kísérletezés alapján sikerült összehoznunk, és a kék frankos rozét meg mindig is készítünk. A küvé az hogy állt össze? A küvébe úgy van, hogy kék frankos, az az alapja, és van benne egy kis Cabernet Sauvignon rozé is. És akkor ilyenkor még felvetődik az a kérdés is, hogy ugye 2014 után 2016-ban, tehát a páros évek a tiéitek, a Noé-hegyieknél is, a Szent Márton bora, Szent Márton ünnep, annál is inkább fontos volt az idén, hiszen 1700 éve született, mint tudjuk, Szaváriában, a mostani Szombathely területén Szent Márton, és hát őt országszerte
nagyon-nagyon fontos a Szent Márton bora. Ilyenkor, amikor egy ilyen elismerést megkaptok, az egy pozitív megerősítést jelent? Hát mindenképpen nagyon örülünk, hogy ilyen szép borokat tudunk készíteni. Merre vezet az utatok? Milyen terveitek vannak? Először is, hát nyilván tisztességben felnevelni a gyermekeket, azt hiszem, hogy ez az alapvetés. De a magánéleten túl, hiszen mosolygós szemből azért látszik, hogy boldogok vagytok, hova lehet eljutni egy velencetavi borászatnak? Kérdezem ezt azért, mert meggyőződésem, hogy nagyszerűek a borok, viszont mennyiség szempontjából azért nagyon messze nem lehet kitekinteni. Arra kell inkább figyelnie egy hasonló léptékű borászatnak, hogy az ő boraik a borturizmus alapján, tehát sokkal ismertebbek legyenek, vagy próbálni fejlődni felfelé. Ugye ez két út? Hát felfelé már szerintem fejlődni nem igazán szeretnénk, tehát technológiai szinten már minden megvan, hogy szép borokat tudjunk készíteni, de Velencei tó körül már szinte mindenhol jelen vagyunk a borainkkal, tehát ott már ismernek. Budapestre is szállítunk borokat, ott is ismernek. Székesfehérvárra, ugye az is közel van hozzánk, ott oda is szállítunk. Igazából ilyen nagyobb borászat már nem szeretnénk lenni, tehát ez a családi borászat, hogy ez így maradjon meg, de annak mindenképpen azért is vannak ilyen szép boraink, és borversenyekre járunk, hogy tényleg a Magyarországon azért megismerjenek minket. És a Csóbor név nem csak itt a környéken legyen ismerős, hanem Magyarországon azt szerte hiszem, is mindenhol út, ismerjenek. Ez jó út mindenképpen. Tehát akkor marad a borászat ebben a léptékben, ugyanakkor milyen pluszt szeretnétek hozzátenni a jövőben, hogy még inkább most itt nem a marketingre gondolok elsősorban. Vannak-e olyan tervek, hogy új szőlőfajtákat kipróbálni, illetve kiegészíteni a jelenlegi kínálatot? Jelenlegi kínálatunk már 14 szőlőfajta, úgyhogy szerintem ebből sem szeretnénk még plusz szőlőfajtát, tehát nagyon sok fehér is, ugye meg kék szőlő is van. Úgyhogy szerintem, hogyha ezeket mind ismerik a vevőink és szeretik, akkor biztos, hogy menni fog a jó hírünk. No, ennek igazából örülök. Ugye most karácsony előtt vagyunk, később kerül adásba, de azért én először is áldott szép és békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánok. Apropó, ilyenkor mit csinál a borász télen? Palackozza a borokat. És? A borásznak sok dolga van ilyenkor még most zárul a szüret, illetve most készülnek el az új borok igazából, palackészre. Mi pedig már metszünk innen, az ültetvényekben. És akkor pedig a főszerep karácsonykor a gyermekeké nyilvánvaló. Van már tervütek, hogy hogyan vezetitek be a borász szakma rejtelmeibe? Én a kislányomnak megmondtam, hogy kétféle variáció van, vagy könyvelő lesz, vagy borász. Kisfiamat meg mindenképpen szeretném, hogyha szőlészborászakon tanulna tovább, de majd ők választanak, tehát azért ilyen keményen nem mondjuk meg nekik. Örülnénk, hogyha folytatnánk ezt a családi vállalkozást, és ők is tényleg ebben a borászatban dolgoznának, de hát még sok idő van. Megismerve titeket, azt hiszem, hogy nem lehet kétséges, hogy jó úton járnak a gyerekek is, és ha rátok hasonlítanak, majd már pedig kire hasonlítanának, vagy a nagyszülőkre, akkor szinte bizonyos, hogy nem sokára, mondjuk 20 esztendő múltán, akkor ebben a stúdióban, nem tudom, az utódom inkább köszöntheti az új nemzedéket, az új borász nemzedéket. Nos, addig is én jó munkát kívánok, és még egyszer boldogságot. Örülök, hogy mosolyog a szemetek, ennél fontosabb nincs, és áldott békés szép karácsony. Sok-sok olyan palackbort, amiben kedvét leli minden Székesfehérvár és mindenki a Velencei tó környéken. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. Vendégem Csóbor Kisari Linda volt, és Csóbor Balázs, a Csóbor Pincészet két jeles szőlészborásza. Maradjanak továbbra is velünk, minden jót kívánok. Viszontlátásra!